Az alaptörvény 2012. január 1-én lép majd csak hatályba. Ennek keretében Magyarország hivatalos elnevezése is megváltozik Magyar Köztársaságról Magyarországra. Vagyis ekkortól az államfőt sem köztársasági elnöknek, hanem Magyarország elnökének hívjuk majd. Tisztelt honfitársaim! Köztársasági elnökként ma, húsvét hétfőjén láttam el kézjegyemmel Magyarország új alaptörvényét, amely mostantól, mint a földbe vetett mag, várja, hogy rendelt idejében szárba szökkenhessen, egyben régi önmagát a benne lakozó letűnt korok szellemével átadhassa a múltnak. A nagy ünnepek az élet körforgásaihoz kapcsolódnak, különösen igaz ez a tavaszi újjászületésben ünnepelt húsvétra, a feltámadásra. Akár Istenben hiszünk, akár a sorsban, ilyenkor körülöttünk minden az új életről, a megújulásról szól. Feltöltődünk napfénnyel és reménnyel. 2011 tavasza az egész nemzet számára fontos eseménnyel lett teljesebbé, idén nem csak a természet újult meg, de legfontosabb törvényünk is. Fontos, értékteremtő munkán vagyunk túl, köszönet illet mindenkit, aki részt vállalt benne. 20 évvel a rendszerváltás után végre nem csak elértünk egy történelmi lehetőség kapujáig, ahogy az már számtalanszor megtörtént velünk, most át is léptünk rajta, élni tudtunk a lehetőséggel. Az alaptörvény születése megmutatta, hogy egy ilyen nagy horderejű vállalkozás nem lehet néhány szakértő, jogalkotó magánügye, ahogy ez a múltban történt. E törvényben a társadalmi együttélés fő szabályai, jogaink és kötelességeink, nemzetünk hitvallása összegeződik, ezért ez mindannyiunk közös ügye, nemzetként való létezésünk alapja. Mindenki számára érthető, egyszerre magyar, nemzeti, korszerű és európai alaptörvényünk született. Olyan, amelyre a magyarok nemzedékek múlva is büszkék lesznek, amely megőrzi alkotmányos hagyományaink minden eddigi erényét, és hozzáteszi azt, amit mi, 21. századi magyarok fontosnak tartunk. Erőt adhat mindannyiunknak, hogy az alaptörvényben a szabadságjogok összegezése az európai alapjogi kartára épül, megmutatva elkötelezettségünket saját nemzeti önazonosságunk mellett az európai demokratikus értékek irányában is. Tisztelt honfitársaim! A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik, írja gróf Széchenyi István. Sosem szabad elfelejtenünk tehát, hogy a jog csak a jobb élet esélyét adja meg, semmit el nem végez helyettünk, semmit el nem ér nélkülünk. Az alaptörvénnyel a jövőnek csak az alapjait raktuk le, rajtunk áll, hogy milyen sorsot építünk magunknak ezen fundamentumra. Honfitársainkat elsősorban az érdekli, hogy az alaptörvény számon kérhetően védi-e a rendet, az ember méltóságát, a jogok gyakorlását. Lesz-e ezen elvekből következően munkája, biztonságban tudhatja-e családját, bizakodással tervezheti-e gyermeke jövőjét, erkölcsös közéletben és hivatalokban tudja-e intézni dolgait. Hogy a válasz kivétel nélkül igen legyen, ahhoz minden egyes ember munkájára szükség lesz. A magyarok nem csak a törvény előtt egyenlők, hanem a törvény szellemének meghatározásában és végrehajtatásában is. Mindenki szava egyformán számít. Gondoljuk meg, elvehetünk-e akár csak egyetlen mély vagy magas hangot egy zenei remekműből, egy szót valamely versből anélkül, hogy az egész sérülne? Elválasztható-e egymástól a magyarság és a velünk élő nemzeti közösségek sorsa? Nem. A történelmünk és a jelenünk is így egész, a nemzet így teljes. Mindenki számít, együtt vagyunk erősek. Bízzunk benne, hogy amikor a sarkalatos törvények révén a mostani keret megtellik majd tartalommal, minden szempont elhangzik az arra rendelt helyen az országgyűlésben, minden érv betölti a maga hivatását, és a többség illő bölcsességgel fogadja a kisebbség véleményét is, felelősséget vállalva az egészért. A törvényhozásban a képviselőknek nem a saját rövidtávú,
hanem az egész közösség hosszú távú érdekeit kell érvényesíteniük. Ha nem így tesznek, saját választóik felé kell majd elszámolniuk. Első királyunk Szent István a fiának írt intelmein keresztül a gőg és a gyűlölség elvetésére, az alázat elejére tanított. Bizakodjunk hát kellő alázattal, hogy ez a lelket felemelő ünnep most az új kezdet esélyét hozza el kivétel nélkül minden magyar ember számára. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Adja Isten, hogy így legyen.